abban, amit írtam, az egy ilyen önéletrajz akart lenni, hogy az egész életemről. Mert tulajdonképpen én erdélyi származás vagyok, és az apám 904-ben, Erdélyben hagyott 45 hol Szántóföldet, 8 hol meg a házat. Aztán akkor még két gyerekkel jött át, két lánygyerek volt, és apai pusztán Coburg főherceg birtokára jött. Coburg főherceg lett a parádés kocsisa, meg a tolmácsa. Úgyhogy én ott születtem, csak én már a Trianon után születtem. Úgyhogy mindenkinek azt mondom, hogy én már a Nagy Magyarországon éltem. De mire megszülettem, Összement a mosány. Igen, mert én már az anyám hasában már 7,5 hónapos voltam. Sőt, több. Mert június 4-én volt a Trianon, és én július 29-én megszülettem. Hát mozgalmas élet volt ideig is. Igen. Voltak nagy történések. De 2006 itt mellette. De most benne van az íratomban. Most ugye figyelj, hogy mikor a románok meg az oroszok bejöttek, mikor Csonka Magyarország lett, utána Coburg főhercegnek el kellett menekülni, és itt maradt az apám 6 gyerekkel, Arató napszámos. És én megszülettem, én már 7. voltam, de Arató napszámos. Gondoljátok el, hogy nem volt mindegy. Na most, mint Arató napszámos, és hát 900, mert akkor elkerülünk Apajról, Szalkszentmártonba veszünk, Petőfinek a környéken, az otthona mellett majdnem, egy nátfüdelet családi házat. Na most oda költözünk a nátfüdelet családi házba, és az apám az mindenkinek azt mondta, hogy ő nem tud, el is hiszem, hogy ő nem kíván tovább élni, csak még a legkisebbik kikerül az iskolából. És úgy képzeljétek el, hogy az apám meghalt március a Gergely nap, mert Gergely volt, és pont a neve napja este, március 12-én, és én ugyanakkor júliusban kerülök ki az iskolából. Na most, ugye, sokan voltunk, és a legidősebb bátyám, az 10 évvel idősebb minden, és ő lett a család fönntartó. De most én mindig azon törtem a fejem, mert én valahogy a paraszti munkát, szóval láttam azt, hogy ez egy borzalmas, pláne az aratás. Aztán, amikor 13 éves voltam, akkor elmentem Fodrász Inasnak. És akkor le akartak szerződni, már úgy volt, hogy leszerződtetnek, és akkor bátyám azt mondja, hogy mert úgy volt, hogy reggelit, ebédet adnak, de vacsorát nem. És akkor, hát ez volt a kifogás a bátyámnak, amikor le akartak szerződteni. És miért gondolsz azt, hogy majd én azért dolgozok, te úriember légy? Aztán, akkor ez nem ment. Akkor utána elmentem egy zsidó kereskedőhöz, kereskedői nasnak. Ott 2,5 hónap óta hát ott azt hittem, hogy már akkorra, igen, ott is be akarnak szerződtetni, azért mondjam, nem fogsz azt mondja, nem szerződtetek, én nem keresek neked azt, mert ott is adtuk a teljes kaját. Aztán akkor elég az, hogy 936 karácsonyán, mert a malom tulajdonosnak a fia barátom volt. Ezt együtt mulattunk karácsonykor, 936 karácsonyán, és azt mondja, te, most új évtől azt mondja, vesznek föl azt a két inost, azt mondja, nem jönnél az egyik, én leszek, a másik nem lőnél. Hát nem elmennék, de bátyám úgy se enged. De azt mondja, még egymás a buzának a lisztit is megkapod. Hazamentem, persze, hogy engedett a bátyám, az egész családnak elég volt. Aztán így lettem Molnár. A véletlenek azok. Igen. Erős dolgokat csinálnak. Igen. A véletlenek. Igen. Fodrász Molnár. És akkor persze, mikor felszabadulok a molnárságból, hamarosan katona leszek, mert már akkor jön az erdélyi felriasztás. Akkor katona lettem, Kiskunhalason a 15-ös tábori tüdejekhez vonultam. Ott vesztettem a karrieremet. A nagy bátorsággal. De most az volt a helyzet, hogy Kiskunhalasra bevonulok, és akkor onnan, Kiskunhalason, csak épp ahogy bevonultunk, áthelyeztek bennünket Püspök Ladányban, mert akkor volt az erdélyi balhé. Igen, az már jó. Aztán Püspök Ladányban elhelyeztek bennünket házakhoz, házaknál aludtunk, és ugye a lovak volt istáló, úgyhogy kijártunk oda. Biofűtés. Aztán
Mikor pucoltuk a lovakat, akkor a tizedes sétált a placon, és akkor kiugrás. Akkor kiugrott az ember, na, baszol le 20 feküdjet. A semmi, hát 20 óra veri magát, az a semmi se. Hanem mikor 5-6-ot megcsinálunk, kihúzta a csizószárból a nadpázat, amilyet tudott felekére. Akkor láttam, na mondom, a kurva anyádat ér rám egyet üt csak. De a kikötés meg a hadbíróság nem is járt az eszembe. Nem tudom miért, mert ha eszemben van, biztos, hogy nem csinál. De a kikötés a rosszabb volt, mint az akasztás. Igen. Na most, tehát kézzel felhúzták az embert, ugye? Na most aztán, ugye, mikor én is csinálom, rám ütött, felugrottam, elkaptam a torkát, hogy rögtön megfújtalak. Most az összes sziszikar oda röffent, és akkor mondjam, hogy 3 hónapos, hogy mert mi? Aztán azt mondja, ügyeletes tiszt, hónap megy kihallgatásra. De most, ha én nem válaszolok vissza, akkor megkapom vagy a kikötést, vagy a hadbíróságot. De amikor mondta, hogy hát hónap megy kihallgatásra, mondom, melyek, ahol kell mondom, milyen jogon üti a katonákat. Na most ez annyira eltalálta őket, mert a bíróságra kerül, hogy akár olyan azt mondom, hogy hát milyen jó, akkor ők jönnek a bajba. Na most másnap reggel, évresz előtt 10 percen jön, napos tizedes, de nem kell menni kihallgatásra. Most kihallgatásra nem kellett menni, de még a 2 évem nekem letelt, én csak aratási, meg karácsonyi szabadságra mehettem. Többiek mentek eltávozásra, minden, én mentem szolgálatba. Nem semmi. Ja, jó megtanult a Lajos bátyi a katonai életet. Jó megtanult. Akkor. De legalább mit szólt az? Ezt több mint 16 oldal, van egy óra.